Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták ebben a műsorban. Igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat és érdekes történeteket közelebb hozni önökhöz. Stúdiónk vendége Pletser Ádám, és azt hiszem, hogy ez a történet, aminek most részese voltál, hát mindenképpen megfelel a műsor elvárásainak, hiszen érdekes, az biztos, egy kongói missziót teljesítettetek. Igen, szia, köszöntöm a nézőket. Hát mi alapvetően arról vagyunk híresek, hogy szeretjük megmozgatni az állóvizet, és szeretünk példát mutatni olyan dolgokban, amiket mások talán nem vállalnak be, mert azt gondolják, hogy épésszel ez nem biztos, hogy jó ötlet. Vagy a másik azt mondom, hogy szeretnék megcsinálni, viszont valahogy mégis van bennük valami, ami miatt nem csinálják. Úgyhogy bennünk hiányzik ez a félelem, viszont megvan bennünk, beoltottak bennünket azzal a kíváncsisággal és azzal a nyitottsággal a világra, hogy gyakorlatilag bárminek belemegyünk, vagy bárminek neki megyünk, és itt Bós Kornéllal jó magam arra vállalkoztunk, hogy egy 12 napos misszió keretein belül a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy és de hátam mögötti területen, gyakorlatilag egy igazi kis faluban, ahol sehol nincs, ott a helyi egészségügyi centrum, ki kezel magában helyén a szót, ezt felújítjuk, hiszen hát ott áldatlan állapotok voltak. Honnan jött a vállalás, hogy honnan jött az ötlet? Hogy találtatok egyáltalán rá erre a célra, vagy a cél talált rátok? Hát mi aktívak vagyunk, és szoktuk mondani, amikor nekem valaki mondja, hogy hát úgy nem történik az élet, én akkor azt mondom, vagy hogy nem történnek az események, akkor azt szoktam mondani, hogy akkor tedd úgy, hogy történjenek. És mi nagyon aktívak vagyunk, és ebben hiszek én, hogy keressük meg azokat a lehetőséget, keressük meg azokat a feladatokat, amihez tudunk kapcsolódni, és amivel dolgunk van. És hogyha az ember nyitott szemmel jár, akkor valahogy ezekbe belebotlik. Mi nekünk volt ugye egy nagyon sikeres gyűjtésünk, egy országos gyűjtésünk, ahol a Gyermek Leukémia Alapítványnak sikerült egy 80 millió forintot összegyűjteni, amiből vettünk egy lélegeztetőgépet, és ezt a Heinpál kórházban sikeresen át is adtuk. És utána volt bennünk egy ilyen hiányérzet. Azt gondolom, hogy talán ez az, amiért a hegymászók, azok, akik nagyon-nagyon nagyra törnek, nem tudnak ebből kiszállni. Mert hogyha elérsz valami nagyon olyat, ami zsigerig hatolóan jelenti azt, hogy valamit letettél, vagy valamit segítettél, akkor utána ennek hát a rabja leszel. És a rabjai lettünk mi is. És azt gondoltam, hogy nézzük meg, mi van külföldön. Milyen helyek vannak még a világban, ahol tudunk segíteni. Rengeteg van, ezt észrevettük, és a hosszú távon mi mindenképpen itthon gondolkodunk, és itthon szeretnénk segíteni. Viszont megláttam életünk kalandjának lehetőségét, és az Afrikáért Alapítványhoz kapcsolódtunk mi, ők pedig meghívtak bennünket erre a misszióra. És hát Kornél, hogy megkérdeztük, vagy hát így beszélgettünk, hogy elmenjünk, és akkor mind a kettőnkben ott volt az a félelem, meg az, hogy ebből mi lesz, és azt mondtuk, menjünk, persze, csináljuk. És gyakorlatilag így, hogy mi alakítottuk, mi kerestük a lehetőséget, és mindig szempont, hogy olyan szervezettel működjünk együtt, akiért tűzbe mennénk, aki tudjuk, hogy ténylegesen jól bánik az adományokkal. Ez most szerintem fontos mai nap, hogy figyeljünk oda, hogy kinek segítünk, mert hát nem mindenki jó ember a világban. Hát amikor így készültem a mostani beszélgetésre, akkor egy ilyen érdekes számra lettem figyelmes, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság 81 millió lakosának csak 20%-a tudja igénybe venni az alapvető egészségügyi ellátást. Tényleg ilyen drámai helyzet? Ezt tapasztaltátok ti is? Szerintem drámaibb. És azért, mert hogy ráadásul ugye ez is főleg a fővárost érinti, ezen kívül pedig, ahogy mi is mentünk, mi még elméletek jó környéken voltunk, de a jó környék ott az, hogy gyakorlatilag a főút, sokan szerintem, hát igen, a főutat is egy ilyen bátor jelzőnek merem nevezni, a főúttól a falu, ahova mi mentünk, az nagyjából olyan 12 km távolságra volt, és ezt autóval sikerült egy olyan 40-50 perc alatt megtennünk, szóval, hogy ezek az állapotok, ez az alap, hogy az infrastruktúra legalábbis az útterén ilyen, és amikor odaértünk, akkor szembesültünk vele, hogy nincs vezetékes víz, nincs áram, nincs gyakorlatilag semmilyen lehetőség, semmi, amire ma azt mondanánk, hogy ez alapvetően nélkül nem lehet létezni, na, abból ott semmi nincs. Az iskolában is, hát gondoljuk, hogy egy ilyen vidéki településen, ahol
kacsával és nem tudom, valami disznóval tudnak fizetni, maximum egy pedagógusnak ki az, aki elvállalja, így módon gondolhatjuk, hogy milyen lehet az oktatás színvonala. Megérkeztünk egy ilyen helyre. Úgyhogy azt mondom, hogy súlyosabb a helyzet, sokkal-sokkal súlyosabb, mint amit mondjuk egy statisztika adott vissza. Ezt, hogyha jól emlékszem, ez a Luanica egy kis falu, ahol voltatok, ez pedig az angolai határ környéki fennsíkon van. Igen, most így ilyen kicsit így rám jött a bizsergés, mert azért ott tényleg az volt, hogy mi, amikor ott voltunk, mindenki tudta, hogy segíteni akarunk, de kijött a titkosszolgálat, a belügyminisztérium, a rendőrség, a katonaság, és még egy pár szerv, helyi szerv, és nézték azt, hogy mi mit szeretnénk ott csinálni, mert hát nagyon közel van a határ, és nagyon féltek attól, hogy mi valami lázadást, vagy ilyesmit készítünk elő. Úgyhogy azt mondom, hogy még majdnem, hogy a maga az ország is visszafogja azt, hogy bármi nagy dolog történjen, ami esetleg kizökkenteni ezt a jó rendszert, ami ott uralkodik, és képileg gyönyörű szép volt, és mi ugye mentünk, mert hát szeretünk videósan, meg szeretünk élménybeszámolókat készíteni, úgyhogy ezt készítettünk, és videós szempontból néztük, hogy ez csodaszép, és hogy nagyon jó videó lesz, a másik felünk pedig azt mondta, hogy az emberi sors része az pedig félelmetes. Hogy ott tényleg az van, ahogy láttuk, hogy azok az emberek, akik azon a településen születnek, nulla esélyük van arra, hogy ők valahova onnan kikerüljenek, és valami más életet éljenek. És van egy-kettő ilyen szervezet, mint mondjuk az Afrikai Alapítvány, aki felkarol egy-két embert, de az, hogy abban a faluban mondjuk 350-400 diák, fiatal van, az ő közülük nagyjából kettő, vagy egy az, aki el fog tudni jutni valahova, és valamit ki tud hozni az életébe. A többiek egészen biztosan ott fognak meghalni, és úgy, hogy valószínűleg akkor sem lesz még vezetékes víz, és akkor sem lesz még áram. De mondjuk ez viszont az, hogy kvázi ennyire ott földhöz vannak kötve, azért erősíti a közösséget? Vagy milyen volt, nyilván szeretettel láttak titeket vendégül, milyen volt a hangulat? Hát azért ott megvan ez a rész, ami megjöttek a fehérek, a megmentők, akiktől majd sok mindent kapunk, és azért idézőben téve megtámadtak bennünket azért, hogy ott sok mindent hagyjunk, hát az órámat, meg úgy mindent nézték ők is szívesen, hogy esetleg ott hagyhatnám, szóval, hogy van egy ilyen részükről egy ilyen kapálózás, és próbálnak kitörni abból a nyomorból, és ez azért néha átment úgy, hogy meg ki kellett menteni bennünket a csoportból, mert hogyha a többi, például a lányok vittek ékszereket, ha ők szerettek volna valakinek ékszert adni, akkor ott biztosan úgy megrómozták őket, hogy a helyieknek kellett kimenteni bennünket. Mi egyébként ott a helyi iskolában aludtunk, ahol hát elég spártai körülmények voltak, hogy hát nem lettünk elkényeztetve, és luxusban annyira nem éltünk, de például a törzsfőnök megtisztelt bennünket azzal, hogy ő ott aludt velünk, és vigyázott ránk. Ezt először úgy néztük, hogy hát vigyázz ránk, és hogy... Azt mondta, hogy hálásak voltatok, gondolom. Igen, utána éreztük, hogy azért ennek tényleg van súlya, meg tényleg van jelentősége, hogy valaki ott vigyázz ránk, hiszen hát nem volt ablak, meg igazából nem volt bezárva az ajtó, és csak ott voltunk, és azért voltak ott furcsa emberek, mondjuk így, mert pont hallottuk a hírt, hogy egy kisgyerek eltűnt, és hogy egy boszorkányot feláldozta, meg ilyenek, és onnan a faluból vitték el egyébként ezt a hölgyet, aki ezt megtette. Szóval néhányszor azért bennünk volt, hogy elég veszélyes terepre tévedtünk, és ez egy ilyen jó romantikus kalandnak tűnt messziről, és most így visszamenőleg, vagy visszanézve is az, de azért ott helyben párszor megtorpantunk. Mi volt a legemlékezetesebb számodra? Hát ott a rendőrök, mondjuk úgy finoman, hogy nem feltétlenül a nép javát keresik, és nem azt szolgálják, hanem gyakorlatilag a legfontosabb dolguk az, hogyha meglátják a lehetőségét a pénzkeresetnek, akkor ők ezzel szeretnének élni. És a főúton gyakorlatilag vannak ilyen ellenőrző pontok, ahol előszeretettel megállítják az autókat, természetesen találnak mindig valamit, ami egy kis hiba, és hát azért ott kéne valamit adni. Ebből kifolyólag a helyiek, meg mi is, a mi sofőrénk is, hát szerették volna kikerülni ezeket az ellenőrző pontokat, ez több alkalommal sikerült is, viszont volt, ez pont a hazautazás előtt, mondtam is, hogy ez a legjobb kor történt, mert lehet, hogy utána nem lettünk volna nyugodtak. Hazautazás előtt, amikor mentünk vissza a fővárosba, egy helyen ugyanúgy át akart menni a sofőrünk, egy ilyen
szlalom módszerrel, csak miután majdnem elütötte a rendőrt, aki egyébként így a motorháztetőn ugrált, hogy azonnal álljunk meg, megütött a motorháztetőt, de ez természetes, és tovább mennek simán. Itt viszont nem sikerült, mert észrevett a sofőrünk, hogy késő éjszaka volt egyébként. Egy nagyon nagy teherautókerék volt elénk téve, valamint be volt zárva már egy kapu, és a szemből jövő miatt nem is tudta volna ellökni, mert egyébként simán ellökte volna az autó azt a kaput. Nem tudta megtenni, úgyhogy meg kellett állni. Egyből megjelent 5 gépfegyveres, és elkezdték finoman kocogtatni az ablakot, tépkedték a kilincseket, és rugdalták az autót, hogy mindenki szálljon ki, és nem szálltunk ki. És ez egy jó 20 perces húzavona volt, viszont itt azért megérkeztünk, meg megéreztük azt, hogy ott vagyunk, abban az autóban éppen egyébként hárman voltunk, már európaiak, Kornél, én és a kamerásunk, valamint egy helyi sofőr, de megéreztük azt, hogy itt könnyen lehet az, hogy sötét van, kivesznek bennünket, bevisznek a rendőrségre, mert itt azt szoktak olyan csinálni, hogy bevisznek, és akkor pár száz dollárért esetleg, vagy 1000, attól függ, hogy milyen a történet, kiválthatóak vagyunk, viszont nem tudjuk, hogy mi történik velünk abban az időben, amíg elvisznek. Rosszat szólunk, rosszul nézünk, vagy esetleg valakinek más dolga van, vagy emberrablás, mert az ott így előfordul. Ott megéreztük az ízét, hogy azért ez egy vicces, meg úgy jól szórakoztunk, meg nevet az ember azon, hogy nem tud fürdeni rendesen, meg minden más egyéb el van véve tőlünk, amit alapvető. És most már így luxusnak éli meg az ember félig meddig. Viszont ott megérkeztünk. És akkor azt úgy megéreztük, hogy de jó, hogy megyünk. És de jó, hogy ezt egyébként így túléltük. Ugye 12 napot töltöttetek ki, és a nézők látják nyilván itt a fotókon egy ilyen építkezés, nevezhetjük ezt építkezésnek, építkezés felvételei. Igen, hát erős túlzással neveztük mi is ezt egy építésnek, vagy bármi más egyébnek, gyakorlatilag ott ugye, és ezzel már ez nagyon fontos, hogy ott hatalmas nagy dolgot tettünk azzal, hogy volt egy vályokból készült épület, aminek belül feketék voltak a falai a kosztól és minden másétől, vakolat kevés volt, belül ugye ez a földes, vagy hát ilyen döngölt, vagy kiárt padló volt, és kívül is le volt omolva minden vakolat, és gyakorlatilag a felújításunk abból állt, hogy kultúrált körülményeket teremtve bevakoltuk kívülről, belülről, lefestettük a falakat, valamint az aljzat is egy söpörhető, mosható, egy ilyen betonos beton, hát túlzásra neveznénk, de hogy valami olyan padlót hoztunk össze, amit ők tisztán tudnak tartani. Magyarán szólva, ott amit mi létrehoztunk, az valami hihetetlen, és hogy láttuk az embereken, hogy őnekik ez tényleg sokat jelent, és hogy bármi, kimentünk, és csak pár nap alatt elröppent ez a pár nap, létrehoztunk valamit, és így félig mindig úgy voltunk, de láttuk azt, hogy amikor eljöttünk, akkor több száz embernek az életében tényleg valami változott. Tehát akkor ezzel egy változást azért sikerült elérni, még hogyha nekünk tényleg, tehát azért mondom, hogy egy ilyen effektíve végül is ezzel a kvázi a település egyik legkorszerűbb épülete lett, mondhatjuk, nem? Fényűző, igen. Ami szerencsénk volt, hogy volt velünk egy orvosi misszió is, és amellett, hogy mi újítottuk fel ezt a többféle néven nevezték egészségügyi ők. Egészségügyi szolgáltatóház nevezhetjük, igen, egészségügyi kórház, centrum, vagy? Mondjuk így, ilyen nagyon, nagyon finoman. És gyakorlatilag volt velünk kint két orvos, és ők pedig nagyon sokat tettek azért, hogy kiszűrjék a maláriásokat, egyébként 50, a településen 50 maláriást találtak, de hát mondták, hogy ezt lábon ki is tudják ők hordani, szóval, hogy nem olyan nagy gond, de mégis jó lenne azért meggyógyítani őket. És a szűrővizsgálatok mellett volt nagyon sok oktatás, és megpróbáltunk valami nyomot hagyni abban, hogy ott az épület, de hogy egyébként mit kéne kezdeni az épületen belül. És mi az, amit mégis ott tapasztaltatok? Most ez így egy kicsit ilyen visszás érzései vannak az embernek ezzel kapcsolatban, hogy van egy település, ahol semmi sem adott, mégis van egy erős közösség. Hogy élnek ott ők minden nap? Nekünk ez nagyon érthetetlen, hogy soha életemben nem láttam még ennyi mosolygós és boldog embert. Nem értem, most sem értem, nem tudtam még felfogni azt, hogy mi az, ami nekik megvan, úgyhogy semmiük nincs, és persze ugye érzi az ember, hogy mi lett, de mégis mi az, ami nekünk pedig mindenünk megvan, és mégsem vagyunk boldogok. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi sok mindent tanultunk
Kornéllal, és hál' Istennek az értékrendünkkel azért nem volt eddig sem baj, de azt gondolom, hogy ez a része, hogy a lehető legnagyobb nyomorban is ott a család, együtt fociznak a gyerekek, és bohóckodnak, és nincs kaja, de mégis egymásnak odaadják, és valahogy mégis egy sokkal jobb közösséget élnek meg, és ott a törzsfőnök, és ennek tényleg van létjogosultsága, hogy ő vigyáz a falura, és együtt döntenek, és tényleg együtt döntenek, és összehívják a tanácsot, és a többi, és a többi, és a többi. Ez egy olyan, amire azt mondtam, hogy de jó lenne itthon is, hogyha ebben a nagy rossz létben, amiben vagyunk, meg tudnánk valósítani mi is ezt, hogy a pici közösségek, az egymással együtt élő emberek tegyenek egymásért, és ne azt nézik, hogy hogyan tudom átverni a másikat, és hogyan tudok előrébb kerülni bármi áron, mert itthon ez van. De talán ez abból az elszigeteltségből is van, amit az elején már beszéltünk, hogy kvázi ők otthonnak elzárva, elszigetelve ebbe a közösségben, és ezért is ilyen erős a közösség ereje, hiszen ők csak talán egymásra számíthatnak, nem? A falu egyébként érdekes volt, mert ez a falu, ezen a falun keresztül vezet az út Angolába. Magyarán szóval teherautóforgalom, nagy terepes olyan autók, hogy csak néztük, hogy ezek mit szeretnének, és utána mondták, hogy hát ezek mennek tovább, és hogy Angolába mennek. Ez miatt azért oda is megérkezik a kultúra és az élet. Azt gondolom, hogy ők azok, akik nem is feltétlenül azért, mert felismerték, és akkor ott bennük nagyon tudatos, hogy akkor most mi tartsunk össze, mert a világot úgy tudjuk túlélni, hogyha összefogunk, hanem ez egy zsigerből jövő történet, hogy segítsünk egymásnak, hogy legyen az, hogy vannak olyan emberek, akiket többiek összeadnak pénzt, elküldik valahova tanulni, és a többi, és a többi, és akkor ez az ember valószínűleg segíteni fogja a falut. Azért vannak olyan dolgok, és ez az ember tényleg segíti, mert azért Magyarországon lenne olyan, hogy összeadjuk a pénzt, hogy valakit kitanítassunk, és utána pedig ő miután jól él, majd integet, és maximum a Facebookon viszont látjuk, hogy milyen jó élete van. Ez ott kint ők teljesen komolyan veszik, hogy egymásra utaltak. És azt, hogy ha kap valamit, akkor azt úgy eltördelik és elosztogatják. És persze nagyon éhesek, és őre mennek ott is az ajándékokért, minden más évért, de amikor igazán komolyra fordul a dolog, akkor azért látni rajtuk, hogy megvárják a többieket, figyelnek a többiekre, és összetartanak. Ez ugye a kongói misszió, de hát korábban említetted, hogy azért ez a Cutlerre amúgy is jellemző, hogy szerettek társadalmi felelősségvállalás jegyében különböző akciókban részt venni. Ugye egy komoly berendezést adtatok át, hogyha jól tudom, még mindig zajlik a szklerózis multiplexes fiatalember gyógykezelésére tartógyűjtési Székesfehérváron, ez egy ilyen folyamatos kezdeményezés, és hát talán a Kornéllal is pont a Cutler szülinapon beszéltünk arról, hogy ő mondjuk a hírnevét is az ilyen jótékony célok megvalósítása élére szeretné felhasználni, vagy érdekében szeretné felhasználni, tehát lesznek majd akkor itt itthon Magyarországon is hasonló kezdeményezések. Igen, ez nagyon, nagyon fontos, és nagyon örülök annak, hogy meg tudtam fertőzni Bélát is, és Kornélt is azzal, hogy én azt gondolom, hogy a hírnév, az ismertség az egyrészt egy nagyon jó dolog, és áldásos, másrészt pedig egy felelősség. És jó dolog a kupát, hál' Istennek, nekem is sokszor elő megadatott az életben, hogy magasra emelhettem a kupát, és esetlegesen a tetőn voltam, vagy hát a legeredményesebb, így sok első helyet tudhatok magamnak, viszont miután ezt leteszed, és szerintem sokaknak ezzel van nehézségük, azután keletkezik benned egy olyan űr, amit nehezen tudsz kitölteni, mert a versenyzés, a győzelem, az a felfokozott állapot és az egész, az nagyon erős, és azt felülmúlni azzal, hogy most edzést tartok a terembe, nem megy. És ezért néztük ki azt, hogy rengeteg energia van bennünk, rengeteg tenni akarás, de nem akarunk versenyezni, mert látjuk, hogy ez a mi életünkben, ez egy elpazarolt energia lenne. Viszont én ezt mondtam nekik, hogy mi lenne, hogyha azt a tízegység energiát, amit magunkra fordítunk arra, hogy versenyezünk, azt a tízet másokra fordítanánk, és akkor nem csak egy embernek lenne jó, hanem 100-nak, 200-nak, 1000-nek, 5000-nek, határa csillagoség. És éppen ezért elindult most bennünk egy olyan érzés, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint a versenyzésre, nincs határ. És
nekikeszünk valami olyannak, ahol azt gondoljuk, hogy nagyon sokakat meg tudunk érinteni, meg tudunk szólítani arra, hogy itt van a világ, vannak benne sokan, és nagyon sokan vannak, akiknek csak egy egyszerű kis tettel is sokkal jobbat tudnánk tenni az életét, vagy esetlegesen sorsfordítóvá tudnánk tenni, vagy meg tudnánk változtatni az ő sorsát. Pont egyébként a sulis programunk is erről szól, hogy megyünk, beszélünk, meginvitáljuk őket, hogy jöjjenek be hozzánk, és megadunk egy olyan esélyt, ami megváltoztathatja az életét. De ez viszont már rajta múlik, vagy róla szól, hogy meg tudja tenni. Viszont ezek a jótékonyságok, ez egy másik, hogy mi tipikusan olyan ügyeket szeretünk támogatni, aki nem tud magán segíteni. Ez alatt azt értem, hogy országos szinten mi, főleg a gyerekek és az állatok, akik felé nyitunk, és akiket igyekszünk segíteni, mert ők azok, akik saját erejükből nem tudnak önmagukon segíteni. Éppen ezért, amikor nagy országos kampány van, vagy valami olyasmi van, akkor biztosan mi hozzájuk fogunk fordulni, vagy nekik fogunk segíteni. És itt is jó volt kint látni, hogy ez az egészségügyi centrum, ez főleg a több száz gyereknek, aki ott helyben van, azoknak fogja megváltoztatni az életét, és azoknak fog valami olyasmit adni hosszú távon, amivel azt gondolom, hogy jó érzése fogunk visszagondolni mindig arra, amit tettük. Könnyű vagy nehéz megszólítani az embereket, vagy mozgósítani az embereket? Szerintem könnyű. És erre most mondok egy példát, hogy ha igazán jó dolgot csinálsz, és tudják az emberek, hogy te jól csinálod, akkor példám annyi, hogy senki nem gondolkozna azon, hogy Nelson Mandelának adjon 200 millió forintot. Mert tudná, hogy jó helyre fog menni, és jó helyre fog segíteni, vagy Teréz anyának, ha megélne természetesen. Senki nem gondolkozna el ezen, hogy segítsene. És azt gondolom, hogy nekünk a mi szempontunkból csak ez az egyetlen egy lényeges pont, hogy a saját életünkkel legyünk hitelesek, és tegyünk tanúbizonyságot arra, hogy van, és tudunk találni itthon is, Magyarországon is olyan ügyeket, amiket, hogyha támogatunk, akkor egészen biztosan valami nagyot hozhatunk valakinek az életében, nagy változást. És gőzöm sincs, arra válaszoltam el, amit kérdeztél, vagy sem, de... Arra. Akkor jó. Jó. Nos, hát azt hiszem, hogy én sok sikert kívánok ahhoz nektek, hogy találjatok minél több ilyen ügyet, amiben tudtok segíteni. Már van. Már van? Igen. Egy Kornéllal kihasználtuk az időt arra, hogy összeírzunk egy... Mindenkinek van bakancs listája, vagy hát ez már divatos, de mi azt mondtuk, hogy mi olyan bakancs listát szeretnénk, hogy a bakancsunkkal milyen nyomot hagyjunk, és hogy kinek az életében hagyjunk pozitív nyomot, és összeírtuk a bakancs listát, úgyhogy már csak valahogy össze kell hozni, és megfelelő energia és idő kell arra, hogy mi ezt megalkossuk. Hány pont szerepel a bakancs listán? Most csak 5. Bakancs listát említetted, most csak 5. De folyamatosan bővülhet. Igen, de ez 2 év. Az 5 is akkora olyan hord erejű, hogy ez 2 év. Akkor fogunk még itt beszélgetni. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor sok sikert a bakancs listátok megvalósításához. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is számítunk Önökre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!